elképesztő egyébként. Van egy 1000 éves állam, aminek az utolsó mondjuk 1100 éves állam, és egy 100 éves országhatár, amit nagy hatalmak húztak a mi megkérdezésünknél is. Az 1000 éves összetartozást tudott, tehát 100 év alatt kinyírták ezek a kommunisták, tehát hihetetlen nagy rombolást végeztek mentálisan, a mentális térképünkön is. Ma Magyarországon rengeteg vitám fakad abból, hogy egész egyszerűen a vitapartnerem az fejben még mindig a legvidámabb baraknak a lakója. Mi várható 2023-ban, milyen kihívásokkal nézünk szemben, akár a magyarság szempontjából? Erről lesz szó a következő egy órában, ez itt a Háttérben. Én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodi, és nagy tisztelettel köszöntöm Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját és a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye ilyenkor, amikor elkezdődik egy új év, mindig az ember megpróbál számot vetni az egyéni életében is, hogy merre tart, hova tart, milyen feladatok, kihívások elé néz a következő évben, és talán nemzeti szinten is érdemes átgondolni azt, hogy merre tartunk így nemzetileg, és most ugye ez azért is talán egy növekvően fontos kérdés, mert egy háború zajlik a szomszédunkban, látjuk, hogy konfliktus alakul ki a világban, különböző erők játszanak ebben szerepet. Ön hogyan látja, hogy 2023-ban mik lesznek ezek a főbb töréspontok, milyen konfliktusok vannak körülöttünk, és itt most nem csak a háborúra gondolok, ilyen fizikai dolgokra, hanem hogy egyáltalán, és hol van ebben a mi helyünk? Lépjünk vissza kettőt, ha lehetséges. Tehát, hogy induljunk el annak, hogy volt egy pandémia ugye 2020-21-ben, ami már eleve megütötte a világ szerkezetét, vagy azt a jóléti globalizálódó társadalmat, amit lehetséges világok legjobbikaként akartak letuszkolni a torkunkon. Azt ugye eléggé szétverte. Tehát kiderült az, hogy nem biztos, hogy feltétlenül jó, hogyha össze-vissza mindenfajta felelősségtudat nélkül ugrálunk a világban. Nem biztos, hogy az ellátási láncok azok működni fognak bármilyen körülmények között. Nem biztos, hogy jó az, hogyha kitettek vagyunk a Kínában történő gyártásnak. Tehát, hogy megmutatkozott a globális ellátóláncoknak a sérülékenysége, és megmutatkozott az is, hogy az emberek anyagból vannak. A tudományvilága már régóta figyelmeztet egy világpandémia lehetőségére, csak nem vettük komolyan mindaddig, amíg be nem ütött a matatós ménkű. Emellett Oroszország megtámadta Ukrajnát, kiderült, hogy a Fukuyama-féle történelem végetézis sem fenntartható. Az emberi természet azért alapvetően nem változott az elmúlt pár ezer év alatt. Valószínűleg, hogy az erőszak, tehát a háborús megoldás az velünk fog maradni, mint hogy velünk is volt az elmúlt pár ezer évben. Tehát, hogy lehet azt vizionálni, hogy az oroszlán együtt legel a bárányjal, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem a világról való a királyságban történik. Tehát, hogy a földi élet az mindig tökéletlen lesz, mindig bele kell kalkulálni az emberi tényezőt, és az emberi tényező az már csak ilyen, tehát, hogy egyrészt véges ésszel rendelkezünk, tehát ugye következményeket mind nem tudjuk feltérképezni, másfelől pedig hát tele vagyunk gyengeségekkel, és ennek következtében tudunk hozni rossz döntéseket is. Ami érdemben felszínre jött, ez sem új keletű tudás, csak most talán többen hallják meg, hogy ez a válság, amiben vagyunk, a válságok korszaka, ez nem egy konjunkturális válság, hanem strukturális. Tehát erre nem megoldás az, hogy több pénzt adunk. Ez az egyik alapvető felismerés. Strukturális válságra, meg strukturális választ kell adni értelemszerűen. Az, hogy milyen legyen ez a strukturális válság, én szerintem a 2023-as évnek ez a nagy kihívása. Tehát, hogy most már azt kell megnéznünk a 2023 elején, a első negyedéve végén, hogy nagyjából hol ütött meg bennünket a rezsinövekvés, tehát az energia kitettség, az energiaválság, illetve a szankciók okozta inflációs válság. És azt kell megnézni, hogy hol tudunk úgy javítani, hogy bármi következik, nyilván nem tudjuk, hogy mi fog következni, de bármi következik, válságálló struktúrája legyen az országnak és a nemzetnek. Most a magyar kultúra területére visszavonulva egy picit, mert az inkább értek,
elképesztően nagy a kulturális infrastruktúránk. Tehát, hogy hihetetlen mértékben nőtt az, amit mi kulturális intézményrendszernek ismerünk. Én tudok számokat mondani, tehát, hogy csak azért, hogy megfelelő módon megint felkeverjük az állóvizet. Tehát, hogy a 2010-ben úgy fordultunk rá az Orbán kormányra, hogy volt körülbelül 500 közszínház egész Magyarország területén. 2019-ben, illetve 22-ben volt 220 közszínházunk, és ebből 120 Budapesten. Tehát, hogy megnégyszereződtek a közszínházak, vagy a közszínháznak minősített játszóhelyeknek a számai. Ezt egy pénzbőség idején fenntartani talán lehet, amikor forrás hiány van, vagy megnézik az emberek, hogy mire költsék a pénzt, akkor hát itt bizony azért el kell dönteni, hogy szükségünk van-e ekkora infrastruktúrára, meg tudjuk-e nézőkkel tölteni, meg tudjuk-e finanszírozni. Most nem arról beszélek, hogy ne legyenek színházak, hanem arról beszélek, hogyha 500 közszínház ellátta Magyarország kulturális életét, és senki nem mondta, hogy az kevés lenne, akkor nem biztos, hogy a 220-ra ne lehetne azt mondani, hogy az sok. Hasonlóképpen duzzadt fel a kulturális intézményrendszer. Ráadásul az intézményrendszernek egy jelentős része olyan műemléképületben kapott helyet, aminek az energetikai korszerűsítése bizony-bizony nagyon nehéz. Tehát, hogy nem lehet csak úgy felhajgálni a napelemeket a Nemzeti Múzeum tetejére. És hát emiatt nagyon nagy a rezsiköltsége. Tehát én tudok mondani olyan intézményt, ami egész nem tudom, 22-ig 100 millió forintot fizetett ki per év rezsire, és 22-ben, hogy megugrott a földgázára, hirtelen másfél milliárdos lett ez a költségvetés. Tehát ez egy kitermelhetetlen költségvetés. És hát érdemes elgondolkodni azon is, hogy nem kellene nekünk leválnunk egy kicsit az angol, a német modellről, hogy az állam, tehát adófizetői pénzből finanszírozunk mindent. És nem kellene egy kicsit eltolódnunk az angol szász modell felé, ahol a mecénások, illetve vállalkozások és a nézők is fizetnek azért, hogy valamit kapjanak. Tehát, hogy azért ez is egy olyan gondolatkísérlet, ami idegen a szocializmusból örökölt annyi jogon jár a kultúrafinanszírozás gyakorlatától. De én úgy gondolom, hogy érdemes errefele egy kicsit eltolni a kultúra jövőjéről folyó gondolkodást. És hát ami a legfontosabb, arra inkább egy példát mondanék, tehát hogy érzékletes legyen. Egy ilyen esti előadás sorozat után egy beszélgetés folyamán egy táncszínházi igazgatóval beszélgettünk, és ő mondta nekem, hogy ahhoz, hogy egy produkciót színpadra állítson, ahhoz neki próbaterem kell, meg tükörfal. És akkor erre azt válaszoltam neki, hogy nem, neked ahhoz zene kell, és táncolni tudó ember. Ez szükséges. Az összes többi jó, ha van, de ha nincs, attól is lehet még valamit megmutatni. Tehát, hogy a kultúrahordozásnak ez a csináljuk meg akár pénz nélkül is, éljük meg a saját kultúránkat, alapattitűdjét kellene tudni visszahozni. Az a mondat, ami szerint a Fukuyama tézise megdőlt ugye az orosz-ukrán háború következtében, ez így szöget ütött egy picit a fejemben, és kérdés számomra az, hogy ekkor törte meg a Fukuyamai tézis, vagy ön szerint ennek azért voltak már előzményei, és most itt a kultúrától tudom, hogy nagyon távol visszakerültem újra a beszélgetés elejére, de azért örülnék, hogyha ezt egy kicsit kifejtené. Azt gondoltuk még pár évvel ezelőtt is, hogy a liberális demokráciának nem nagyon van alternatívája. Tehát ez a liberális demokrácia export, amit az Amerikai Egyesült Államok vezényletével a nyugati kultúra és civilizáció próbált érvényesíteni a világon, az úgy tűnt, hogy diadalra jut. Tehát, hogy ez a tényleg lehetséges világok legjobbika, lejárt a történelem, most mindenki boldog lesz. Aztán a világ ezt nem így gondolta, tehát az, hogy mi így gondoljuk páram, vagy a nyugati progresszió műhelyében ezt így gondolják, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy igaz is. Legalábbis ezt mutatta India és a távol-kelet felemelkedése. Más típusú civilizációk és más típusú kulturális kódrendszer szerint, más típusú társadalomberendezkedés és más típusú gazdaságfilozófia, illetve államformák mentén tudják ezt most ők maguk számára pozícionálni, vagy jóvá tenni.
Tehát kiderült, hogy nem ez az egyetlen üdvözítő út. Amikor arról beszélünk, hogy ez az egyetlen üdvözítő megoldás, ennek előbb-utóbb diktatúra lesz a vége, tehát ezt megtanulhattuk volna a 20. századból, de valamiért nem tanultuk meg. Most a liberális progresszió diktatúráját éjképpen, hogy arra fele akarnak tolni, sikeresen ellenálltunk legalábbis itt Közép-Európában ennek, és a világ egyéb részein is. Szóval, hogy nem, ekkor már kiderült, hogy billeg ez a tézis. A háború igazából azt mutatta meg, hogy az, ami távoli történetnek tűnik, tehát, hogy eddig is voltak háborúk, lerohantuk Afganisztánt, lerohantuk Irakot, lerohantuk Szíriát, az erkölcs és az igazságosság jegyében bombáztunk, mondjuk volt Jugoszláviában, ugye a délszláv háborúban, tehát, hogy eddig is volt erőszak a világban, csak távol volt tőlünk. Most ez a távolság szűnt meg. Tehát az orosz-ukrán háború az arról szól, hogy háború akár Európában is lehet, és ez bizony megijesztette főként a nyugat-európaiakat, mert hogy elszoktunk attól, hogy erőszakkal rendezzük a vitás kérdéseinket. Tehát bő 70 éve békében élünk, erről szól az Európai Uniós projekt. Ilyen hosszú békeidőszaka talán nem is volt még Európának. És elszoktunk attól, hogy hát jöhet egy erősebb kutya, és úgy gondolja, hogy akkor ő most fegyverekkel fogja megoldani ezt a kérdést. És az erőszak betüremkedése ebbe a PC is nagyon elhajlós, nagyon ideológia vezérelt világban, a nyers erőszaknak a betüremkedése az riasztó. És látjuk is egyébként, tehát, hogy a mostani szilveszteri ünnepségek Nyugat-Európában nem attól voltak izgalmasak, mert migráns hátterű személyek randalíroztak az utcán, hanem azért voltak riasztóak, mert a migráns hátterű randalírozók az államhatalmat támadták erőszakosan. Tehát a rendőröket, tűzoltókat, a mentőket, tehát mindazt, amit mi adófizetői pénzből fenntartunk azért, hogy ellássanak bennünket, megvédjenek bennünket, tehát az állam szimbólumait dobálták petárdákkal, kövekkel és így tovább. Tehát, hogy a hétköznapi valóságban is beszüremkedett az erőszak. Ettől elszoktunk. Ugyanhogy a kultúráról beszélt, és hogy ott érdemes lenne megtalálni Magyarországon azokat a más utakat, esetleg, ahogy említette, azért, hogy pénz nélkül is csinálni kultúrát, tehát a tükörfal nélkül is megoldani a helyzetet. Ezt le lehet egyébként fordítani, vagy lehet egy párhuzamot vonni mondjuk a nemzetstratégiára? Hogy tehát azt, amit eddig úgy gondoltunk, hogy az az egyetlen járható út, hogy valami mást, és ezt nekünk, hogy mondjam, egy kis országként el fogják nézni? Hogy mi másképp akarunk megoldani dolgokat? Hát nem úgy tűnik, mintha olyan nagyon el akarnák nézni azt, hogy mi a szuverenitásunkat apránként kezdjük el visszavenni. Ugye ez két irányból kell megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az, hogy minél kevesebb dolgot kell neked kintről beszerezned, tehát minél több dolgot tudsz belül előállítani a saját szükségleteid fedezése érdekében, annál kevésbé vagy kiszolgáltatott. Most mondok megint egy távoli példát, tehát nem akut a probléma, de előbb-utóbb bele fogunk ütközni. Az európai gyógyszeripar jelentős része, a gyógyszer alapanyagok készítése jelentős mértékben Kínában történik. Tehát kiszerveztük Kínának ezt is, egyedek mellett, sok minden más mellett. Tehát, hogyha megszakad az ellátási lánc, hogyha a kínai gyógyszeriparral éppen az amerikai gyógyszerlobbi most harcolni fog, vagy már beleállt a Big Pharma ebbe a csatába, és mi elkezdjük követni szokás szerint szervilis módon az Amerikai Egyesült Államokat ebben a történetben, akkor előfordulhat az, hogy a gyógyszerkészítmények nem jutnak a gyógyszertárakba, tehát nem lesz a miből elkészíteni, hiába van gyártósorunk, ha nincs hozzá alapanyag. Most az a kérdés, hogy mit kezdünk egy olyan helyzettel, amikor a gyógyszerellátás akadozik. Nem azt mondom, hogy nincs gyógyszer, de hogy akadozik. Ugye ilyenkor szokott a tehetetlenebb részben felmerülni az alternatíva, hogy akkor talán elkínáljuk a bőrünket cserébe azért, hogy legyen biztosítva. Valakik majd jó indulaton azt fogják mondani, akkor adunk nektek fájdalomcsillapítót, ha nincs, mert hogy milyen jótét lelkek vagyunk, mert ez a világban nem működik. Ez kiderült a pandémia alatt, azért hoztam fel példaként, tehát hogy a szolidaritás az nem
akkor működik, amikor nem a mi bőrünkre megy a játszma. Tehát ha távol van tőlünk a történet, akkor szolidárisak vagyunk. Ha esetleg a javainkat úgy kell megosztanunk, hogy a családtól el kell vennem és tovább kell adnom, akkor még a nagyon-nagyon jó ember progresszívek is elkezdenek gondolkodni azon, hogy talán nem ez a természetes. Amit nem azt mondom, hogy jó, csak ezek tények. Na most volt egy tudásunk, ezt nevezem én hasznos tudásnak, tehát hogy azért a magyar nemzet, magyar nép az elmúlt évezredben, vagy bő 1100 esztendőben itt a Kárpát-medencét eléggé kitanulta, megtanulta, tehát tudjuk azt, hogy melyik környezetünkben lévő, melyik anyag mire használható, miből mit állíthatunk elő, sőt, sok száz évig olyan eszközöket is tudtunk készíteni, ami ha elromlott, utána meg tudtuk javítani, tehát ez is egy olyan tudás, amit talán nem ártana visszahozni. Tehát, hogy pontosan tudjuk, a népi gyógyászat erről szól, hogy melyik gyógynövény mire való. Én nem tartom ördögtől valónak azt a gondolatot, hogy ezt a tudást ezt azért építsük vissza, szervesítsük vissza a hétköznapi tudásba, tehát nem föltétlenül kell rohanni a patikába azonnal, hogyha valami kis problémák van, nagyon rászoktunk a gyógyszerekre. Lehetséges, hogy a haszonnövények, illetve gyógynövények köréből is tudnánk olyan tinktúrákat, vagy olyan teákat, vagy bármiket készíteni, amelyek szintén használnának az adott tünet együttesre, vagy szintén gyógyító hatással bírnak. Tehát, hogy ez egy olyan tudás, ami kiszolgáltatottságunkat, kitettségünket csökkenti, nem szünteti meg, de azért csökkenti. Hasonlóképpen, hogyha mondjuk az építészet területét nézzük meg, tehát, hogy nekem van egy vályokházam is, majd nekünk, családunknak egy vályokházunk, amiről, ha nem tudnám, hogy vályokház, akkor nem tűnne fel, hogy vályokház annyira funkcionális és működőképes, tehát, hogy élhető. Beszélgettem egy építészmérnökkel, aki ennek a nagymestere, szeretném megtanulni a vályogépítészetet, és kérdeztem, hogy meg lehet-e tanulni, mondta, hogy 3 hetes tanfolyam, és utána lehet nekiállni, saját kezűleg vályogtéglát vetni és építkezni. Ott van az anyag az udvarunkon, tehát hogy nem lesz az a probléma, hogy akkor van-e a raktárokban elegendő nyersanyag ahhoz, hogy felépítsek mondjuk egy kis házat. Tehát hogy ez is egy olyan tudás, ami felhalmozódott az elmúlt évszázadok során, és hasonló tudás rengeteg van még itt-ott, akár megőrizve közgyűjteményekben, múzeumokban, akár csak ilyen hagyományápoló egyesületekben. Ezt a tudáskincset, ha össze tudjuk seppelni, és 21. századi korszerű forma nyelven hozzáférhetővé tudjuk tenni, akkor én úgy gondolom, hogy az már nagy segítség lesz annak érdekében, legalábbis a mentális egészségünket, mentális ellenálló képességünket megerősítsük. Ugyanis az elveszettség az éppen abból fakad, hogyha mert ugye miben gondolkodik az ember? Persze háború van Ukrajnában, hogy a szegény ukránok szenvednek, és valóban helyes, hogy a szenvedő féllel szolidarizáljunk, de senki nem gondolja végig, vagy akkor ijed meg, hogyha végig gondolja azt az alapvető kérdést, hogy mi történne az ő környezetében, lakásában, illetve közvetlen környezetében egy többnapos államszünet esetén. És ez egy olyan kérdés, amit hogyha végig gondolunk, akkor bizony hirtelen kiderül, hogy ugye nem működnek az infokommunikációs eszközei, mindenkinek ez eszébe, hogy telefonom nem fog működni. Na bum, de az sokkal nagyobb probléma, hogy nem működnének mondjuk a plázák, nem működnének a nagy élelmiszer üzletek, leolvadnának a hűtők, nem lenne élelem. A rengeteg háztartásgép árammal működik, tehát hogy ahhoz, hogy nem tudom, hiába van furt kút, a furt kútból a szivattyú szintén árammal működik, tehát nem tudnánk felhúzni a vizet. Hiába gázzal fűtünk, mert annak is van egy áram, tehát egy elektromos része, tehát hogy egyszerűen nem tudnánk felfűteni a vizet, hiába van víz, és így tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag a hétköznapi életünket hazavágná, most megnyugtatva a hallgatókat, majd a leendő nézőket, az energetikai államtitkár úr szerint ilyen nem fordulhat elő, mert Paks ellátja a lakossági áramigényeket, meg ki tudja elégíteni, de azért gondoljuk végig, mert hogy én szerintem az ukránok se erre készültek 2020 végén, vagy 21 végén, ami történt. Tehát, hogy mi történne, ha azok az alapvető feltételek, amelyek a fogyasztói társadalomban elég jó életet biztosítottak számunkra, hirtelen megszűnnének. És nekem erre egy válaszom van, hogy ilyen világot már éltünk. Mégiscsak volt két világháború
Kárpát-medencében volt két diktatúra. Én ennek a hiánygazdaságos részét Romániában, Ceausescu diktatúra végén éltem is, tehát hogy pontosan tudom, hogy mi történik ilyenkor, és hogy túl tudtuk élni. Persze, hogy túl tudtuk élni. Áramszünet esetén a legjobb dolog, hogyha az ember kultúra hordozóként elkezd kulturális tartalmakat prezentálni, tehát énekelni, táncolni, mesét mondani, mert ott ülünk a sötétben, addig se csapjuk agyon egymást, tehát hogy egy más válasz, mint hogyha ott rettegünk egyszer a gyertya mellett. És hogy elő tudunk állítani alapvető szükségleteket, kielégítő termékeket, az minden megvan hozzá, csak munkát kell rátenni, és a tudást kell visszaszerezni. Ugye az elejét úgy kezdtem ennek a műsornak, hogy az ember átgondolja egy picit az év elején a saját életében is a kihívásokat, és nyilván ez nemzeti szinten is megtörténik, és Orbán Viktor, a Magyarország miniszterelnökének is nyilván van erről gondolata, hogy milyen kihívások előtt állunk, és milyen válaszok lehetségesek erre. Ugye az év elején jelent meg Orbán Balázs tollából egy cikk, amely Orbán Viktornak a stratégiai vízióját vázolta fel azzal kapcsolatban, hogy Magyarország hogyan élheti túl ezt a jelenlegi helyzetet. Azt, hogy ne elszenvedői legyünk, akár a háborúnak, akár ennek a válságnak, hanem valamilyen képpen egy aktív cselekvő nemzetté tudjunk válni. És beszél ebben a cikkben a blokkosodásról, hogy a világ blokkosodik, akár ezáltal a háború által is, de lehet, hogy ez hamarabb is elkezdődött. Mit gondol, hogy ez a vízió nyilván ismeri ezt az írást, mi a véleménye erről? Egyetért egyébként azzal, azokkal a válasz lehetőségekkel, amelyek mint cselekvés felvázolt? Maga a látlelet is korrekt, én hallottam ezt miniszterelnök úrtól. Hát erről szól a történelmünk, tehát hogy a kelet-nyugat határán van ez az ország, Kárpát-medence, beszéljünk inkább így. Nem véletlenül volt ez a kompország metaforája annak idején Adinak is. És hogyha kelet és nyugat nagy tömbjei külön válnak, tehát egymásra szembefordulnak, tehát nem együttműködnek, hanem egymás ellenében fejtik ki a tevékenységüket, akkor mi mindenféleképpen peremvidék leszünk. Tehát vagy a nyugati blokknak a pereme, vagy a keleti blokknak a pereme. És a peremvidék az óhatatlanul az arról szól, tehát hogy az elszegényedik, az kiszolgáltatott, az félgyarmati sors, gyakorlatilag pufferzóna, tehát nem baj az, hogyha eltűnik, tehát hogy az nem a centrum. És hát ezt meg kell tudni előzni. Most Magyarország méreténél fogva, vagy akár egész Közép-Európát méreténél fogva túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy akkor most kibékítjük a nagy szembeálló feleket, és leültetjük az asztalhoz a nyugat és a keleti világot, és majd ott ráveszük őket, hogy együttműködjenek. Amit jó lenne ebben a helyzetben elérni, az a közvetítő kapocs, tehát hogy egyszerre tudsz nyugati és keleti irányba is gazdasági és politikai meg egyéb kapcsolatokat kiépíteni, és lehetőleg akkor már nem peremvidék vagy, hanem logisztikai központ, újraelosztó központ, tehát a nyugati exportot tudod keletre, és a keleti exportot nyugatra átszervezni, vagy közvetíteni. És hát ehhez van nekünk történelmi múltunk is, hogy ezt meg tudjuk csinálni, másfelől pedig a geofizikai, tehát az, ahol elhelyezkedik Magyarország, meg a Kárpát-medence, ebből a szempontból egy szerencsés helyzet. Tehát hadjáratok szempontjából nem szerencsés, mert felvonulási terület vagyunk, a zárókereskedelem szempontjából viszont szerencsés helyzeten vagyunk, hiszen rajtunk keresztül lehet megközelíteni mind a két nagy blokkot, vagy tömböt. Igazából az legnagyobb probléma az, hogy ha az Európai Unió bukik, akkor mi is valamilyen szinten bukni fogunk, tehát hogy együtt mozgunk az Unióval, integráns tagjai vagyunk, és az Európai Unió ebben a világ hatalmi játszmában nagyon bután lépett az elmúlt időszakban, tehát az látszik, hogy nincs saját agendája, nincs Európai Uniós politikánk, nem nagyon tudjuk megfogalmazni, hogy az Unió, mint világhatalmi tényező micsoda, mit akar, egyáltalán mi a célja. Eléggé szolgai módon követjük az Amerikai Egyesült Államokat, még akkor is, hogyha esetleg éppen az Amerikai Egyesült Államok figyelmeztet, hogy ez most már túl sok a szervilizmusból, tehát talán nem kellene az energiára
az energiahordozókra szankciókat kivetni, mint hogy az amerikai pénzügyminiszter jelezte, hogy ez kicsit sok lesz. De mi túl akarunk teljesíteni, mi alatt most nyilván Brüsszelt értem, tehát az uniós döntéshozókat. Tehát egy kicsit ilyen önsorsrontó módon vágjuk, fűrészeljük magunk alatt a fát. Nem tudom, hogy miért, vagy kinek jó ez, mert hogy az európai őshonos polgároknak nem jó, az egyszer biztos. És hogyha az unió bukik, akkor, és nem tudjuk megszervezni Közép-Európát, mint ilyen centrum-Európát, hogy megfelelő lélekszám és terület legyen ahhoz, hogy ezt önálló régióként lehessen pozícionálni a világban, rohatatlan magával fogja rántani Magyarországot is, hiszen mondom, integráns részei vagyunk. Tehát itt vannak ilyen köztes stratégiák, és ez a közép-európai, közép-hatalmi státus, amit ott megjelölt Orbán Balázs politikai igazgató úr, az én szerintem egy reális stratégiai cél lehet. Gondoljunk bele, a szomszédos országok jelentős részének a lélekszáma, vagy szomszédos társnemzetek lélekszáma kisebb, mint a magyar nemzeti. Tehát, hogyha a magyar nemzet összes magát magyarnak valló tagját összeszámoljuk, akkor egy ilyen 13-15 milliós nemzet vagyunk. Most a szlovákok, csehek értelemszerűen kevesebben vannak nálunk, most már lassan Ukrajnában is kevesebben maradnak, sajnálatos módon a háború következtében. Romániában a 19 milliós, a legfrissebb népszámlási adatok szerint 19 millió összlakós van, amiből 1,2 környékén van a magyar. Én szerintem azért jóval több a roma, mint amennyit hivatalosan bevett, nem én szerintem, román szociológusok szerint jóval több. Tehát, hogyha levonjuk az őshonos nemzeti közösségeket Románia összlakosságának számába, plusz a vendégmunkásokat is beleszámoljuk, akkor román nemzet Romániában élő tagjainak a száma is kisebb, mint a magyar nemzet száma, tehát, hogy alattunk van. Szerbia értelemszerűen kisebb lakosság, arányosan Horvátország kisebb, tehát, hogy a lélekszám arányban a legnagyobbak vagyunk itt Közép-Európában, vagyis közvetlen szomszédainkat tekintve. És hát ne felejtsük el, hogy azért az osztrák-magyar monarchia fennállása során azért mi képeztük ki a társnemzeti elitet. Tehát a román, a szlovák, a szerb elit, az Budapesten tanult, következésképpen az, amit ők nemzeti kultúraként, vagy modern nemzeti kultúraként megélnek, én a románt ismerem jobban, a szerbet és a szlovákat érintőlegesen, meg a csehet. A cseh az egy kicsit más ebből a szempontból, de annak a kulturális architektúrája, mi rétege, a mély kódrendszere, az budapesti, vagyis magyar kódrendszert mi adtuk át az ő számukra. Milyen részét meg Bécsbe hoztuk, tehát hogy ez sem egy echte magyar történet, de hogy nyugati kulturális kódok rajtunk keresztül szervesültek ezekben a társnemzeti mozgalmakban. Tehát, hogy van egy olyan közös kulturális kódrendszerünk, amit hogyha okosan piszkálunk fel a mélyből, és az együttműködés során inkább azokat tartjuk szem előtt, ami összeköt, és nem az, ami akár a történelmünk okán szétválaszt, akkor itt lehet egy olyan kulturális együttállást megszervezni, ami megint csak ezt a középhatalmi státust is erősíti meg. Annál is inkább, mert van egy óriási versenyelőnyünk. Minden rosszban van valami, akár jónak is tekinthető mondás égisze alatt. Trianonnak legalább az lett a következménye, tehát hogy valamelyest jónak tekinthető következménye, hogy minimum 7 másik nemzet kultúráját ismerjük anyanyelvi szinten. Be tudunk csatlakozni anyanyelvi szinten, hiszen a Romániában élő magyaroknak egy jelentős része felsőfokon bírja a román nyelvet, ismeri a román kultúrát, tudja tolmácsolni a román kultúrát, mint hogy a magyar kultúrát is tudjuk tolmácsolni románra, hasonlóképpen szlovák nyelvre, vagy cseh nyelvre, vagy szerbre, horvátra. Tehát, hogy megvan az az átjárás, ami a magyar kultúrát, vagy Budapestet, vagy Magyarországot közép-európai kultúrák egyfajta ilyen centrumává tehetni. Ugye ezzel a vízióval kapcsolatban nyilván jelentek meg kritikák is a magyar közéletben, főleg ellenzéki érzelmű emberek részéről, és az egyik ilyen kritika az volt, hogy ez egy felesleges feszültségkeltés, mert hogy általában, amikor Magyarország szeretne valami többet, akkor azt a szomszédos országok mindig fenyegetésként élik meg,
és hogy most itt a mellettünk folyó háborúnak az árnyékában abszolút semmi szükség arra, hogy tovább élezzük a feszültségeket, de akkor ide be is hoznám például ugye Orbán Viktornak a nagy magyarországos sálát, amelyről ugye volt egy ilyen elhíresült történet. Kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ezt hogyan értelmezte, illetve az erre adott reakciókat, és hát arra a kérdésre, hogy mennyire elgerjeszti ez a feszültséget. Ez egy klasszikus baloldali, mondhatni kommunista gondolatzármány, vagy csökevény, ez az egész, megyünk kicsik lenni, vagy ne keltsük a feszültséget történet. Tehát ugyanezt hangzott el a Magyar Igazolvány Intézményrendszerének a egyáltalán kitalálása, akkor már ez indult, hogy ne keltsük a feszültséget. Ez a be nem avatkozás kommunista doktrinájának a valami fajta továbbélése, tehát hogy ez a megtörtént, ez már múlt, hagyjuk az egészet a francba, majd a nagy internacionáliban egyesülünk, és az egész nemzeti szuverenitás gondolatot ezt felejtsük el. Tehát, hogy elképesztő egyébként, van egy 1000 éves állam, aminek az utolsó mondjuk 1100 éves állam, és egy 100 éves országhatár, amit nagy hatalmak húztak a mi megkérdezésünknél is, az 1000 éves összetartozást tudott, tehát 100 év alatt kinyírták ezek a kommunisták, tehát hihetetlen nagy rombolást végeztek mentálisan, a mentális térképünkön is. Ma Magyarországon rengeteg vitám fakad abból, hogy egész egyszerűen a vitapartnerem az fejben még mindig a legvidámabb baraknak a lakója. Tehát a magyar kultúra és Magyarország fizikai határozó fejébe egybeesnek. Tehát, hogy hiába egy Székelyudvarhelyen ugyanolyan magyar kultúra születik nap, mint nap, az ő fejében az már kint van. Tehát, hogy egyáltalán kultúrában nem szabadna azt a szót használni, hogy határon túl, mert nincs értelme. Tehát nincs határ. Magyar kultúra nem ismeri az ország határokat. De ez még egy hosszú folyamat lesz. Tehát, hogy ha megyünk kicsik lenni. Ez azért abszurdum, mert hogy az összes többi társ nemzet nem ezt csinálja. Tehát, hogy a románok, azok hihetetlenül tudnak élni a kulturális diplomácia teljes eszköztárából. Büszkék arra, hogy ők románok. Hasonlóképpen a szlovákok, szegények próbálnak történelmet összeeszkabálni maguknak. Kicsit nehéz, mert az ő történelmek mindig összefonódott legtöbbször a mi történelmünkkel, de hogy főként, hogy a csehekről leváltak ilyen szegény rokonként ott ebek 30-adjára, valami szlovák történelmet próbálnak összeeszkabálni maguknak, de ezt is csinálják, tehát bátran csinálják. A szerbeknek hihetetlen nagy történelmi tudatuk van, és ők is kvázi úgy viselkednek, mintha az övék lenne az egész világ. Tehát, hogy ez a fejben elsőnek lenni, amiről beszéltünk még a múltkor. Tehát, hogy náluk megvan. Mi meg miért legyünk fejben másodikok? Mi kérjünk bocsánatot azért, hogy létezünk, ráadásul elég régóta itt vagyunk a Kárpát-medencébe. És hogyha megnézzük a Kárpát-medencei épített örökséget, akkor az épített örökség alapján azért Brassótól, tehát a Fekete templomtól, Pozsonyig elég sok mindent csináltunk mi ahhoz, hogy mi otthon érezzük magunkat, még akkor is, hogyha egy másik országban lévő településről van szó. Ez nem arról szól, hogy ellenében érzem magam otthon, hanem azt mondom, hogy bocsánat, de én otthon érzem magam. Tehát, hogy ez a közép-európaiságnak ez a természetes megélése lenne a kívánatos cél, és hát ez lenne az a bizonyos multikulturalizmus, amiről az Európai Uniónak a jelmondata eredetileg szól, ez az egység a sokszínűségben, hogy sokszínű nemzeti kultúrák vannak, de egységbe foglalja azt, hogy ez mind az európai kultúrának valami fajta színe. És hát azért ne feledkezzünk el, hogy ezek az országok, amiről most beszélünk, így a szomszédos országok, jelentős mértékben azok keresztény országok, tehát keresztény kulturális talapzaton állnak, tehát természetes szövetségesek abból a szempontból, hogy ugyanazt gondoljuk a férfiról, a nőről, az Isten előtt való egyenlőségről, az életről, a haládról, tehát az alapvető kulturális kérdéseink, vagy kulturális kódjaink azok ugyanazok, nem nagyon kell magyarázkodnunk egymásnak. Tehát természetes szövetségesek vagyunk egy muszlimizálódó Európában egymásnak, amiről megint csak nem illdemos beszélni. Annak idején a Facebook engem azért írtott le, mert egy erről szóló Kertész Imre idézetet osztottam meg, és 3 hónapra gyűlöletbeszédnek nyilvánítva egy Kertész Imre idézetet letiltott a közösségi platform. Tehát, hogy Kertész Imre már erről beszélt, az egyetlen Nobel-díjas magyar írónk erről beszélt, hogy iszlamizálódik
Európa öngyilkos, az öngyilkos liberalizmus okán iszlamizálódik, és ez sajnos a mi végünket fogja jelenteni. Hát, hogy ne jelentse azt, ezért ezekkel a társ nemzetekkel össze kell tudnunk nekünk fogni, és ez tetszik, nem tetszik, történelmünkön keresztül valósulhat meg. Tehát el kell tudjuk mesélni egymásnak a történeteinket. Erről szól a Magyarország sár, tehát, hogy a foci, az aztán meg végképp nem ismeri az ország határokat, tehát, hogy a felvidéki Dactól a sepsiszentgyörgyi csapatig azért lehet szurkolni, mint hogy az egész világról lehet a Fradit imádni, tehát hogy ez nem lokális, nem helyhez kötött ilyen szempontból, és ennek a szimbóluma, ez a nagy magyarországos sál, nyilvánvalóan nem arról szólt az a sál, hogy miniszterelnök úr holnap a leendő tankjaink élén vissza akarná foglalni mondjuk Szlovákiát, tehát hogy ez egy értelmetlen felvetés ebből a szempontból. De ha mi ebben nem állunk bele, és nem vállaljuk fel büszkén azt az 1100 évet, ami alatt mi itt megépítettük velük, közösen egyébként a Kárpát-medencét, akkor azt fogják mondani, hogy oké, akkor ti lemondtatok a saját jogaitokról, akkor elveszük azt, amiről ti lemondtatok. Tehát, hogy a horror vákui elvért, amiben be fognak türemkedni, bejönnek mások. Ez a merjünk senkik lenni, vagy merjünk mínusz senkik lenni alapállást, én egyszerűen nem is értem. Nem tudok vele mit kezdeni, mint egy határon túl Székelyföldön született magyar. Tehát, hogy ha megnézzük az izraeli, vagy az ír diaszpora politikát, az két legsikeresebb diaszpora politika, az arról szól, hogy bárhol élsz a világon, kötődsz az anyaországodhoz, és van egy kölcsönös kapcsolatotok, ahol mind a ketten próbáltak egymásnak segíteni. Az anyaország az hátországa neked, megpróbál ilyen védhatalmi státusban megtámasztani téged, de te is teszel valamit az anyaországodé, még akkor is, hogyha nem tudom, Amerikában élsz már harmadik generációs bevándorlóként. Tehát, hogy büszkék arra, és ez mind minden egyes ír, és minden egyes izraeli állampolgár, vagy zsidó társunk, a számukra nyereség, és így is gondolnak rá, mint erőpótlék, vagy erő összeadódó elem. Mi vagyunk azok, akik arról beszélünk, hogy jó nekünk 9 millióan bezárva lenni itt Magyarország aktuális határain belül, aztán azon kívül van még 4-5 millió magyar, hát az legyen, vagy nem mi, hanem a baloldal gondolkodik így. Azok húzzák meg magukat, lehetőleg legyenek jó szlovákok, legyenek jó románok, ezt a Momentumtól hallottuk a kampányidőszakban, baromság. Beszéltünk már ugye a blokkokról, arról, hogy ebben a cikkben is Orbán Viktor víziójában blokkokról is volt szó, és engem az érdekelne, hogy ezek a blokkokat meg lehet határozni ilyen ideológiák mentén, tehát ezek ideológiai blokkok is, és ha igen, akkor lehet definiálni ezt a szembenállást jelenleg, hogy ki mit képvisel, mik azok az ügyek, ahol a legnagyobb összeütközések vannak? Azért becsapós ez a kérdés, nem a kérdés maga, hanem az, ahogyan gondolkodunk erről, mert elhisszük a progresszív oldalnak az öncsalását. Tehát ők úgy gondolják, hogy ideológiai szembenállás van. Ők a jók, és vannak a rosszak. Tehát hogy a progresszív a jó, a minden más, nacionalizmus, meg minden más az rossz. Tehát ha megnézzük az Amerikai Egyesült Államok mozgását, és ugye ő a vezető ebben a nyugati világrendben, a NATO-ban is, meg minden egyébben Amerikai Egyesült Államok a vezető erő, ott náluk nincsen érték, nincs ideológia, ott nyers érdekek vannak. Tehát az Amerikai Egyesült Államok mindig úgy cselekszik, hogy az érdekeinek megfelel. Nem értékelvű, hanem érdekalapú az ő világpolitikája. És most éppen Európát és Oroszországot egyszerre teszik tönkre, hogy majd aztán Kínával a nyugati és a keleti blokk meg tudja vívni a különböző küzdelmet, és mi hülyék meg megyünk utánok, tehát, hogy mint a bárány a vezérkos csengetyűje után, még akkor is, hogy nem a vezérkos megy ott előttünk, hanem egy robot a csengetyű a nyakán, tehát köd van a szemünk előtt. Tehát nem ideológiai szembenálláson, és általában a világhatalmi mozgások, a világhatalmi változások, vagy a világpolitika változásai, azok a lehető legritkább esetben értékalapúak. Tehát, hogy volt ilyen, hogy elmentünk keresztes lovatként a Szentföldet visszafoglalni, nem túl nagy sikerrel, azt lehet esetleg ilyen ideológiai küldetésnek tekinteni, vagy világnézeti alapon álló háborúnak tekinteni. Történelem tanúsága szerint mindig nyers érdekek állnak a háborúk mögött.
Sőt, amióta egyre többen vagyunk a Földön, egyre nagyobb a nyersanyag szükségletünk, ezért a háborúk mögöttes okát legegyszerűbben, vagy a legvégén mindig a nyersanyag a kérdés körül kell keresni. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ki tudja uralni a nyersanyagot, ki tudja legolcsóbban megszerezni maga számára azt a nyersanyagot, amit egyébként a saját polgárai számára tud biztosítani, illetve feldolgozva export tevékenységbe el tud adni jó drágán, jó nagy profit rátával a világ számára. Amerika ezt mindig jól csinálta. Tehát Amerika elmegy demokráciát exportálni, aztán kijön a kőolaj kitermelői engedélye. Valahogy mindig ez a vége történetnek, tehát hogy ők mindig jól járnak, és ezt talán nem ártana eltanulni tőlük. És ugye, ha már érdekekről beszélünk, hát itt nagy hatalmaknak az érdekeiről beszélünk, hatalmas országok, hatalmas gazdaságok, nagy katonai erő, és ugye Magyarország, mint egy kisebb ország próbál itt a saját érdekei mentén akár valamit tenni. Ebben a cégben egyébként és ebben a vízióban szó van egy időkapuról is, hogy Magyarországnak ugye egy bizonyos idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy tudjon előre lépni, vagy a maga hasznára tudja egy kicsit jobban hajtani az eseményeket. Mit gondol erről, hogy ez mennyire éles ez az időkapu, vagy mennyire sürget bennünket ezzel kapcsolatban az idő? Az egyik leginkább objektívnek tekinthető elemző Friedman, George Friedman erről ír a könyvében, tehát ő 2030-at valószínűsíti, 30 környékét, amikor a transz-atlanti együttműködés is érdekellentétek okán szílt megy, tehát hogy magyarán más lesz az Európai Unió érdeke, és más lesz az Amerika Egyesült Államok érdeke, és emiatt lesz egy érdekütközés, és ezt a csatát jelen pillanatban az Amerika Egyesült Államok nyeri meg. Azért megint csak visszamenve a kérdés mögé egy picit, tehát hogy mi mindig Magyarországról beszélünk, ami most jelen pillanatban értelmes és helyes, hiszen eléggé árván küzdünk, itt megyünk szembe az árral, hogy próbálunk ellen feszülni. De mégiscsak az Európai Unióról beszélünk. Most az Európai Unió lélekszámát tekintve nagyobb, mint az Amerikai Egyesült Államok. Tehát, hogy többen élünk az Európai Unióban, mint ahányan élnek az Amerikai Egyesült Államokban. Az Európai Uniónak a tudáskészlete nagyobb, mint az Amerika, vagy nagyobb kellene, hogy legyen, most már nem biztos, hogy ez így van, de hogy mégiscsak arról az Európáról beszélünk, vagy annak az Európának a jelentős részéről beszélünk, ami az elmúlt pár száz évben megváltoztatta a Földet, egy egész bolygót volt képes megváltoztatni. Tehát az Amerikai Egyesült Államok se létezne Európa nélkül, Ausztrália sem létezne Európa nélkül, meg eléggé jelentős behatással bírtunk még olyan zárt államok esetében is, mint Kína például. Tehát, hogy volt egy ilyen világformáló potenciálja az Európai Uniónak, vagy Európának, kettő nem ugyanaz, de most lendrián módon beszéljünk, tehát vegyük egy kalap alá kettőt, és ezt elveszítettük. Tehát azt a potenciált, azt az európai gondolatot, azt az európai bátorságot, amivel mi át akartuk formálni az egész bolygót, az egész Földet, azt elveszítettük, tehát begyávultunk. Szétesett az európai gondolat, tehát az a gondolat, ami létrehozta az Európai Uniót, hogy akkor most a szén és acél közösségből legyen egy ilyen érdek és érték alapon összekovácsolódott nagy hatalom, ami visszanyeri a világ hatalmi pozícióját, az ugye az elmúlt évtizedekben mind csúszott hátra, miközben a lehetőség meg lett volna rá. És ami a legnagyobb problémánk jelen pillanatban az, hogy a nyersanyag kitettségünk az elképesztően nagy. Tehát, hogy egyszerűen Európában nincs elegendő nyersanyag. Sem a kritikus fémekből, tehát a ritka fémekből nincs elegendők az, hogy önellátóak legyünk, sem az energiahordozókból nincs elegendőnk, hogy önellátóak legyünk. Tehát, hogy ki vagyunk téve különböző olyan világgazdasági, világhatalmi folyamatoknak, amelyek kiszolgáltatottá tesznek bennünket, és még erőnk sincs akár az érdekeinket érvényesíteni, vagy megtolni. Tehát, hogy az Európai Uniónak nincs hadserege. Ha nincs NATO, és a NATO négy legnagyobb haderejéből kettő nem Európai Uniós, vagy három, ha jól emlékszem, igen, három nem Európai Uniós, és kettő nem a nyugati világhoz, de úgy van, Amerika Egyesült Államok, Franciaország, Törökország, Franciaország, és nem tudom, melyik volt a negyedik legnagyobb, Egyesült Királyság.
ami már nem uniós tagállam. Tehát törökök azok értelemszerűen keleti blokknak a vezető hadereje, az Egyesült Államok a saját magával van, tehát hogy mi az egyszerűen francia hadsereggel tudnánk villogni, hogyha az elegendő lenne az Európai Unió határainak a megvédésére, de hát nyilván ha ilyen éles helyzet van, akkor Franciaország határait fogják megvédeni. Tehát, hogy katonai potenciálunk az békafeneke alatt van. Most 14 óta jelentős mértékben fegyverkezik főként Közép-Európa, most már nyugat-európai országok is ráfeküdtek erre a történetre, tehát előbb-utóbb lesz megfelelő haderőnk, hogy megvédjük magunkat. De hogy jelen pillanatban katonailag értékeltetlen az, amit az Unió fel tudna mutatni a NATO védő ernyője nélkül. Tehát, hogy minden fronton vesztésre állunk, ami a miniszterelnök úr gondolatmenetében viszont előremutató, hogy hát ebben van a lehetőség. Tehát itt, aki most ügyesen mozog, racionálisan gondolkodik, stratégiák mentén szervezi meg a következő éveket, az nyertesként jöhet ki egy ilyen válságból, szemben azzal, aki azt várja, hogy majd valakik valahol megoldják, Brüsszelben, Washingtonban, nem tudom hol, megoldják majd az ő gondjait. Ugye itt belföldön a kormánynak elég nagy mozgástere van a társadalmi támogatottságából adódóan, viszont azt is folyamatosan lehet látni, hogy Brüsszelből viszont nem a támogatás, hanem inkább a küllők közé betett botok jellemzik ezt a kapcsolatot. Tehát ennek a fajta mozgástérnek a beszűkülése azért, mint lehetőség, sajnos előttünk van emiatt. Na ez viszont ideológia vezérelt. Tehát ha van valahol helye annak, hogy beszéljünk az ideológiákról, akkor ez az. Tehát, hogy az, ami történik most éppen Brüsszelben, az Európai Bizottságban, kevésbé ott is, de inkább az Európai Parlament ennek az állatorvosi lova, az a végjáték, tehát az európai gondolkodásnak, az a nyugati kultúrának a végjátéka, tehát amikor teljesen meghűlt ideológiai vakságban szenvedő európai parlamenti képviselők valótlanságokon alapuló abszurditásokat vágnak, és egyáltalán nem is érdeklik őket a tények, tehát hogy ez rosszabbak, mint a kommunisták ebből a szempontból. Tehát a valóságidegen politikát próbálnak rá oktrojálni az egész Európai Unióra, aztán majd hazamennek a gépfegyverekkel őrzött kis elegáns elit lakó negyedeikben, tehát hogy azért van egy jó negyedag képmutatás ebben az egész történetben. De hogy ezen azért nem fogunk tudni változtatni, az európai parlamenti képviselőket a tagállami állampolgárok választják meg. Tehát, hogy tiszteletbe kell tartanunk, hogy ha ilyen holland képviselőket küldenek a hollandok, akkor ez a hollandoknak, hát, hogy mondjam, a sara lelkük rajta, hogyha nem tudnak értelmesebb holland politikusokat küldeni Brüsszelbe, akkor kénytelenek vagyunk ezekkel valamit kezdeni. Jelentős mértékben negligálni kell őket, tehát hogy nem szabad hagyni, hogy az Európai Parlament, aminek egyébként a jogosítványai nem terjednek ki a tagállami szuverenitás sértésére, az nem is tudja megsérteni. Itt jön az Európai Bizottságnak a szerepe, hogy sajnos az Európai Bizottság a szerződések őre semleges, vagy értéksemleges pozícióból elmozdult egy aktívabb politizáló pozíció felé, és most próbálják megtörni azokat a tagállamokat, amelyek a nagy ideológia vezérelt átalakításoknak az útjában állnak, tehát Lengyelország és Magyarország a két fekete bárány. Az olaszok most még nem azok, talán lesznek. Én abban bízom egyébként, hogy az európai polgárok jelentős többsége azért mégiscsak egy következményekkel terhelt világban él, tehát előbb-utóbb eljutnak oda ahhoz a felismeréshez a nyugati jóléti államok polgárai is, hogy az, ami történik, tehát az ideológia vezérelt, az ideológiák által megerőszakolt valóságidegen politika, az nekik se jó. Bőrükön érzik, most már szó szerint bőrükön érzik, tehát hogy vissza fognak térni egy picit a józanész talajára. És akkor kitágul ez a bizonyos beszűkült mozgástér, ezt kell tudni kivárni, kigugolni, és ezért jó az, hogy az itthoni hátország, Magyarországon belüli a politikai támogatottsága erős az Orbán kormánynak, mert így könnyű kibekkelni ezeket az ínségesebb időket, tehát 24-ben elég sok választás lesz, talán megváltozik az Európai Parlament szerkezete is, mert parlamenti választások lesznek. Hát, ha valamivel normálisabb politikusokat küldenek oda, mert az, ami most van ott, az a hát sajnos cirkusznak is gyenge.
Most ez lehet, hogy provokatív kérdésnek tűnik, de hogyha feltételezzük azt, hogy nem térnek józan a belátásra, hanem hasonló politikát fognak folytatni a következő években Magyarországgal szemben, mint amit jelenleg, illetve az elmúlt egy-két évben tapasztalhatunk, és ez azért erőteljesen korlátozza a magyar mozgásteret, akkor elképzelhetőnek tartja azt, hogy Magyarország szempontjából, hogy valamilyen módon egy szakítás történjen ezzel a rendszerrel? Ez sem Magyarországnak nem érdeke, sem az Európai Uniónak nem érdeke. Amit én inkább valószínűleg tartok, az az Európai Uniónak a szétesése, nem a Magyarország kizárása, hanem az unió szétesése. Szét fogja feszíteni az uniót a tagállami érdek ellentmondás. Tehát most a déli tagállamok adósság az elképesztően nagy, tehát az egekben van. Ez a bizonyos migráció, akár illegális, akár legális migráció, ez a civilizációs kereteket fogja szétfeszíteni, tehát hogy nem nagyon élhető. Nincs ahogy. Kipróbáltuk, több ezer éves tudásunk van arra vonatkozóan, hogy az iszlám és a kereszténység egymás mellett konfliktus mellett mentesen nem fér meg, mert hogy teljesen más gondolunk a világról. Ez most nem értékítélet, tehát nem azt mondom, hogy az egyik jobb vagy a másik, hanem egész egyszerűen kódolva vannak a konfliktusok. Most az egyik kedvenc példám, hogy érdekes módon a németországi mecsetekben szivárványzászlókkal nem nagyon mennek be. Eljönnek Budapestre, itt érdelnek a focipályán, meg szivárványos karszalag, meg szivárványos fotballcipő, ugyanebbe a szerkóba, a németországi mecsetbe nem mennek be, mert hogy tudják, hogy annak következménye lesz. Tehát, hogy ott kellene érzékenyíteni, és nem tudják érzékenyíteni, mert ez egy másik világ, másik kódrendszer, az egy Sharia alapján szerveződő, tehát az isteni törvények, a világi törvények előtt is fölött álló társadalom. Másképp gondolkodnak, másképpen szervezik az életüket. Nem azt mondom, hogy rossz, csak nem a miénk. Óhatatlan konfliktust fog okozni. És folyamatosan kódolva van a konfliktus. Tehát, hogy nem nagyon látom az Európai Unió vezető szerveinél arra potenciált, hogy ezt a konfliktust menedzselni tudják, vagy meg tudják oldani. Mondom, a gazdasági nehézségekről aztán végképp ne beszéljünk, tehát hogy finanszírozhatatlanná válik előbb-utóbb az államadósság bizonyos tagállamoknál, és előbb-utóbb megunják a nettó befizető államok is az, hogy ők finanszírozzák ezeket a különböző, hogy mondjam, nem fegyelmezett gazdaságot működtető országokat. Tehát, hogy itt pénzügyi, gazdasági, kulturális válságok sora vár ránk, és azt is látjuk, hogy egész egyszerűen képtelenek vagyunk olyan értelmes válaszokat adni különböző válsághelyzetekre, ami megnyugtatná az európai polgárokat. Tehát, hogy számomra még az is kérdőjeles, hogy egyáltalán lesz-e Németország 10 év múlva, tehát nem szakad-e megint szét különböző szövetségi tartományokra, vagy ha még formálisan létezik Németország, de hogy a szövetségi kormányok teljesen másképp fognak gondolkodni bizonyos kérdésekből. Tehát, hogy az a kérdés, hogy Magyarországot kirakják-e az Európai Unióból, az számomra így nem releváns. Egyébként egy közép-európai unióval én inkább kiegyeznék, mint ezzel a nagy Európai Unióval, és itt azért hadd oszlassunk el egy aggályt, tehát hogy az Európai Uniós pénz az nem létfontosságú Magyarország számára. Tehát az, amit mi az Európai Uniótól kohéziós alapként kapunk, tehát hogy felzárkóztatást segítendők kapunk, az egyrészt nem adomány, hiszen ezért nyitottuk meg a piacainkat, és tönkre is vágták egyébként a magyar termelés különböző szegmenseit. Másfelől ez a magyar GDP-nek azt hiszem, hogy 10%-a se az, amit mi kapunk. Tehát, hogy azért meg tudunk élni nélkülük, vannak más hitelezők is a világon, akik hajlandók befektetni egy ilyen országba, ahol mondjam, a gazdaságpolitikában látnak jövőt. Tehát, hogy nem arról szól a történet, hogy ha holnap kiraknak az Európai Unióba, akkor itt éhen haltunk és vége a világnak. Nyilvánvalóan nem szeretnénk ezt elérni, mert az Európai Unió mindenfajta nehézség ellenére, az egy jó elképzelés volt, még egyszer mondom, lélekszámarányban nagyobbak vagyunk, mint az Amerikai Egyesült Államok, potenciálban, tehát tehetségben, tudásban, innovációban elvileg jobbak kellene, hogy legyünk, mint az Amerikai Egyesült Államok. Van bennünk potenciál arra vonatkozóan, hogy a világ legélhetőbb
régióját vagy kontinensét működtessük. Tehát még mindig az egyik legélhetőbb világ az, amit mi itt Európában kínálni tudunk más nehezebb sorsú népek vagy emberek számára. Tehát, hogy ez egy jövős régió, csak össze kellene kapnunk magunkat, és egy picit racionálisabban, meg két lábbal a valóságban állva kellene ezt az egészet végig gondolni úgy, hogy lehetőleg az alapító atyák nem voltak hülyék, tehát lehetőleg mindenkit érdekelté tegyünk a közös sikerben. Tehát az az úgynevezett vétójog, amit annyira kárhoztatnak, és amikor az osztrákok vétózzák a román és engedni csatlakozását, akkor az nem probléma. Az a vétójog, vagyis az egyetértési jog, az pont ezért van beépítve az uniós jogra, ez képezi az alapját. Mind a 28, most már csak 27 tagállam konszenzussal, egyhangúsággal tudjon fontos döntéseket hozni. Ez pont azért van, hogy a kicsiket, a nagyok ne kannibalizálják be. Ha ez megszűnik, akkor be fogják kannibalizálni, tehát hogy meg fogják enni. És az első nagyon éhes tagállam az Franciaország, illetve Németország. Tehát a két nagy gazdasága az Európai Uniónak, vagy vezető állama, az kannibalizálni fogja a kicsiket. Senki nem szeretné, nyilvánvalóan egyelőre erről még nincs szó, de ahogy a németeket elnézem, ők elég hamar tanulnak ebből a szempontból. Tehát, hogy azt mondják, hogy most nem kell atomerőmű, aztán azt mondják, hogy kell, nem kell hadsereg, aztán azt mondják, hogy kell, tehát nagyon gyorsan tudnak fordulni. Most azt mondják, hogy nem akarnak kannibalizálni más országok gazdaságait, holnap után azt fogják mondani, de... Lejárt a műsoridőnk, úgyhogy egy merőben más témát egy-két percben. Ugye most 2023-ban van a Petőfi emlékév. Ajánljon kérem egy pár programot a hallgatóink számára, illetve ha egy pár mondatban meg lehetne fogalmazni azt, hogy ma mi az aktualitása, vagy mi az, ami fontos nekünk Petőfi Sándorban. Azt szoktam mondani, hogy ha van egy ilyen, a filozófián belül van egy ilyen bombó, hogy az egész nyugati filozófia tulajdonképpen Platonhoz írt lábjegyzet. És hogyha ennek analógiájára azt szoktam mondani, hogy a modern magyar kultúra az Petőfiék köpenyéből bújt ki. Tehát mindaz, amit mi ma magyar kultúraként ismerünk, annak valami fajta megágyazása, megerősítése, összerakása az ott a reformkorhoz, Petőfihez és korához köthető. Ami személy szerint Petőfihez köthető, az két szó, szabadság, szerelem. Tehát, hogy ezzel a két szóval nagyjából elkapta a lényegét a teljes nyugati kultúrának, én szerintem egyébként a világ kultúrájának is. Tehát neki viszont azt köszönhetjük, hogy a szabadság pár fogalma az nem a rabság, hanem a szerelem számunkra, a Petőfi olvasók számára, és az a négy sor, amit Kínában is imádnak, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, ez nagyjából leírja azt az egzisztenciát, amiben élünk, hiszen a szabadság tudatunk az a saját végességünkből fakad, tehát hogy benne van az, hogy véges emberi lények vagyunk, ez alapozza meg, vagy ez a tartalmat az emberi szabadságnak, a szerelemben pedig hát benne van a teremtés, a remény, ellenfogalma, a gyűlölet, tehát mindaz, amit érezhetünk az egész világról, meg ennek a nagyszerűsége, hogy létezik a szerelem, és hogy az emberiség az folytatódik a saját gyerekeiben. Tehát, hogy nagyjából Petőfi ezzel a két szóval mindent elmondott, nyilván sok egyebet is lehetne benne találni, ez a sok egyebet megpróbáljuk a Petőfi Irodalmi Múzeum megújuló állandó kiállításában megmutatni, mert megújítottuk a Károlyi palotát, összenyitottuk a Károlyi kerttel, most szombaton lesz az átadó, és akkor onnantól kezdve a múzeum kerttől az egyetem térig lesz egy ilyen szabadon átjárható passzás a Budapest belvárosában, tehát egy zöld terület. De hát én nagyon szívesen ajánlom a hallgatók figyelmébe a Magyar Géniusz Program 2023-ban megnyíló kiállításait, a vidéki múzeumokra célozta ez a program. Több mint 500 vidéki múzeumunk állandó, illetve időszaki kiállítása újul meg. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy 2023-ban bárhova megyünk a Kárpát-medencébe, mindenhol szembesülünk azzal, hogy a mi kultúránk, a magyar nyelvi kultúra, az egy nagyszerű kultúra és egy élő kultúra. Nagyon szépen köszönöm. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és a Magyar Kultúrahét Alapítvány kuratóriumának elnöke, rockzenész volt a vendégünk. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm a lehetőséget!